Szeretnék gratulálni a város közössége nevében, hiszen ti az ügyeletében vagytok. Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte azokat a diákokat, akik az idei évben valamilyen tanulmányi versenyen helyezést értek el. Fehérvár alpolgármestere egyben a felkészítő pedagógusok munkáját is megköszönte. Nagyon-nagyon fontos szerepük van ebben is a pedagógusoknak, hogy a bennetek rejlő tehetséget ne csak észrevegyék, hanem azt is hozzák területek. És azt gondolom, hogy egy kis plusz motivációval segítik a ti utatokat. Én ezért nagyon hálás vagyok a pedagógusoknak. 165 általános és középiskolás diák ért el az idei tanévben első, második vagy harmadik helyezést az egyes tanulmányi versenyeken. A diákokat az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője is köszöntötte, aki szintén a felkészítő tanárok, illetve a versenyek lebonyolításában résztvevő személyek munkáját emelte ki. Ugyanakkor a diákok figyelmét arra irányította rá, a befektetett energia mindig megtérül. Legnagyobb köszönet azonban a jelenlévő tanulóknak jár, a ma délután főszereplőinek, Fehérvár megye legtehetségesebb diákjainak, akiknek eredménye azt mutatja, hogy érdemes plusz energiákat mozgósítani a kitűzött cél eléréséhez. A tanulmányi versenyeken helyezést elérő diákok egy-egy oklevelet és könyvutalványt is kaptak az oktatási hivataltól. A diákoknak hamarosan elkezdődik a szünidő, előtte azonban a fehérvári önkormányzat június 21-én a Hello Nyár programmal szeretne kedveskedni a megyében tanuló fiataloknak.